Azt hiszem, a legtöbben ismerjük azt az érzést, mikor egy fárasztó, aktív hét vagy időszakot követően, esetleg egy barátokkal töltött éjszaka után, mikor az ember a napfelkeltében, vagy még később, 9-kor, 10-kor, hazafele ballagva, csak a nyugalomra, meghittségre és egy jó nagy pihenésre vágyik. Valahogy így érezhette magát, az egész télen át tartó mulatozások, lakodalmak és mindenféle vigalom után a régebbi korok falusi embere. A húsvét előtti 40 napban, azaz a bőjti időszakban kipihenték magukat, kitisztították a szervezetüket és a környezetüket, például általában nem ettek nehéz állati eredetű ételeket, és amit ettek, abból is kevesebbet, a mulatozásukat pedig jó messziről elkerülték. Rendkívül motiváló lehetett ez az időszak, ha csak belegondoltok, hogy miként érzitek magatokat, mikor jön a tavasz, egyre világosabb van, a természet pedig napról napra egyre zöldebb és szebb, és felkeltek, és kinéztek az ablakon, és juhú, juhú, süt a nap. Azt hiszem, az egyik legjobb alkalom arra, hogy beiktassunk egy kis én időt, feltöltődjünk, és igenis újabb célokat tűzünk ki magunk elé. Sziasztok! Én Fruzsi vagyok, és ez itt a Népilány. Nos, üdvözöllek benneteket a konyhámban, és jól láttátok, nagyon finom és nagyon egyszerű ételeket fogok nektek elkészíteni, mégpedig olyan ételeket, amik ehhez az időszakhoz kapcsolódnak. Az első étel káposztás bélesnek indult, de káposztás kenyér lett belőle. Először a tésztát készítettem elő, a langyos vízben elkevertem az élesztőt, majd hozzáadtam a lisztet és a sót. Lágy, már nem ragacsos tésztát dagasztottam belőle, és letakarva félretettem kelni. Közben felaprítottam a hagymát, kislábosban az olajon megfonnyasztottam, a káposztát összevágtam, és a hagymához kevertem. Únyi vizet öntöttem alá, lefedve, puhára pároltam. Körülbelül 45 perc múlva, mikor a tészta a kétszeresére kelt, lisztezett felületen kinyújtottam. Választottam egy sütőformát, és ahhoz igazítottam a tészta méretét. A lényeg, hogy körben minden irányban 2-3 centivel kellett volna lelógnia, mikor beletesszük a tésztát a formába. Nos, valószínű, én ezt az egészet elrontottam, mert kicsit vékonyabbra is kellett volna nyújtsam a tésztát, és hát én úgy döntöttem, hogy minden tésztát felhasználok, és szépen egymásra hajtogattam minden oldalát. Hát valószínű, mindenhol vékonyabbra kellett volna, hogyha béles szerettem volna készíteni. Nem baj, így is tökéletesen sikerült kenyérnek. A formát sütőpapírral kibéleltem, majd ugye beletettem a tésztát, a tölteléket hagytam kissé kihűlni, és a tésztába töltöttem. A kilógó részeket befettem. Hát én jól befettem. 180 fokosra előmelegített sütőben körülbelül 45 perc alatt sütöttem aranybarnára. Második ételnek almalevest készítettem. Azt kell tudni, hogy ebben az időszakban szinte minden nap került leves az asztalra. Bár a legelterjedtebb a ciberleves, ami erjesztett gabonaféléből készült. Hát, én ilyet még nem ettem. Ti próbáltátok már? Az almákat megpucoltam, negyedeltem, a magházukat pedig eltávolítottam. 200 fokosra előmelegített sütőben körülbelül negyed óra alatt megsütöttem. A sült almákból néhány darabot félretettem, hogy ezzel tudjam majd a végén díszíteni. A többit lábosba tettem, és mézet csorgattam rájuk. Felöntöttem borral, hozzáadtam a szegfűszeget, és forraltam. Az almát a lébe kicsit összetörtem, majd turmixképben összeturmixoltam az egészet. Kesudióval és almával díszítettem. A
harmadik ételnek mákos gubát készítettem. Azt hiszem elmondhatom, hogy ez sokunknak a kedvence. Egy nagyon egyszerű és nagyon finom étel. A mákról azt kell tudni, hogy sokat fogyasztották a bőti időszakban. Úgy tartották, több mák, több szerencse. A kifliket megszárítottam a sütőben, majd nagyjából 1 cm-es karikákra vágtam. Tudni kell, hogy régen kifejezetten mákos gubának gyúrtak tésztát, és azt megsütötték, nem pedig a kiflit használták föl. A tejet felforraltam, én növényi tejet használtam, hiszen próbálom a bőti időszakban kerülni az állati eredetű ételeket. A kifliket a forró tejjel leöntöttem, majd leszűrtem és kinyomkodtam belőlük a tejet. Egy tálban egy réteg kiflit helyeztem el, majd arra szórtam porcukrot és mákot, aztán újra kiflit, megint porcukrot, megint mákot, egészen addig még el nem fogytak a hozzávalók. A tetejét is lehet szépen díszíteni porcukorral és mákkal. Be lehet tenni ezután a sütőbe 7-8 percre, egy kicsit átsüssük, melegre süssük, de én ezt nem tartottam szükségesnek. Én anélkül is nagyon szeretem. Egészségetekre. Ezt vártam végig. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, tudjátok, hogy találkozhassunk a következő videóban. Sziasztok!